Az Óbudai Egyetem Albarégi a műszaki karon és a Keleti Károly gazdasági karon elérhető felsőoktatási képzések kerültek fókuszba azon a tájékoztató fórumon, amelyet elsősorban középiskolai oktatók és intézményvezetők számára szerveztek szerda délután. Az eseményt Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg, aki kiemelte, hogy az elmúlt évek statisztikái alapján egyre több székesfehérvári és környékbeli diák választja a megyeszékhelyen elérhető képzéseket felsőoktatási tanulmányai kapcsán. Sok fiatal tanul szerencsére évről évre egyre inkább az egyetemen és itt a karon, és ami még ennél is fontosabb, hogy a nagy részük pedig duális képzésben tud tanulni, ami nyilván egyszerre jelenti az egyetemi tudásnak a megszerzését, illetve a gyakorlatorientált képzés pedig a vállalatoknál. Azt gondolom, hogy ez egyedülálló az országban. Az alpolgármester hozzátette, hogy az idén szeptember óta elérhető gazdálkodás és menedzsment szak mellett jövőre már a pénzügyi számviteli szak is el fog indulni az egyetemen, amely képzés kiemelt jelentőségű lesz a város iparának szempontjából is. Györök György az Albarégi a műszaki kar dékánja köszöntőjében az egyik elsődleges szempontként a hallgatói létszám növelését emelte ki, valamint az emberközpontú képzések kialakításának fontosságát hangsúlyozta. Pogásnik Mónika, oktatási DK-helyettes, az egyetemen elérhető szakokról adott tájékoztatást. Gazdasági karunkon gazdálkodás és menedzsment alapszak indul, illetve vállalkozásfejlesztés mesterszak. A műszaki karon különböző intézet, három intézet van, ugye a mérnöki intézetben gépészmérnöki, villamosmérnöki, műszaki menedzserszak, illetve mesterszakon a mechatronikai mérnöki. Informatikai területen a mérnök informatikus képzés három szinten indul, felsőoktatási szakképzés, alapképzés és mesterképzés szinten. A geoinformatikai intézetben a földmérő-földrendező alapszak és az erre épülő geoinformatikai mesterszak fog elindulni. Az idén szeptemberben indult sportközgazdász képzés továbbra is elérhető lesz.